Kultúrösvény mai adásában elsőként Ungvárra látogatunk, a magyar kultúra értékeinek széles skáláját bemutató Hungary Festre. Majd Beregszászba, a kárpátaljai magyar zenész találkozóra viszutunk, melynek keretében a legendás Omega együttes adott nagy sikerű koncertet. Ezt követően a Matul Péter által megálmodott kárpátaljai nemzetközi szobrásztáborba megyünk, majd Dobó Istvánra emlékezünk a Császlócon és Szeregnyén megrendezett dobónapon. Tartsanak velünk! Hétvégén a magyar kultúra értékeinek széles skáláját bemutató kétnapos fesztivált szervezett Hungary Fest elnevezéssel Magyarország ungvári főkonzulátusa megyeközpontban, Ungváron, az Ung folyó partján. A cél minél szélesebb körben népszerűsíteni és megszerettetni a magyar kultúrát és népi kincseket minden Kárpátalján élő nemzetiséggel. Örömmel mondom, hogy immár hagyományosan évről évre 2017 óta rendezzük meg a Hungary Fesztivált, amelynek az a célja, hogy bemutassuk Kárpátalja sokszínűségét, bemutassuk a magyar ízeket, kulináris élvezeteket nyújtsunk, és egyben kulturális élvezeteket is az itt megjelenők számára. Örömmel mondhatom azt is, hogy évről évre többen és többen vesznek részt a rendezvényen. Idén már jó néhány olyan kiállító is volt, akinek nem tudtunk helyszínt biztosítani, mert annyira túljelentkezés volt. Jönnek Magyarországról, itt van Nyíregyháza, itt van Siófok, itt van Gulás, Tarpa, és olyan, hát nem kell bemutatni senkinek szerintem a pálinkát, a szilva lektárt, és hát most csináltunk ebbe az évben egy meglepetést, és látványfőzés is lesz 13 órakor a nagy színpadon, megmutatjuk, hogy kell elkészíteni a hagyományos a magyar ételeket, és hát nem árulok azzal sem meglepetést, hogy beállok én is a sorba, úgyhogy ez teljesen korrekt lesz. Kárpátalja arról volt híres az egész ezer éves történelme során, hogy a nemzetiségek, a többségi nemzet, a kisebbségek békében és egyetértésben éltek itt egymás mellett. Legyen ez bármilyen olyan esemény, ahol közösen vettek részt, legyen ez egy kulturális esemény, ami most is ezt mutatja. Valóban ezen a hétvégén szinte dömping van a kulturális eseményekből, így a cselnapokat is tartottak, és vélemezhetően meg fogjuk találni azt a módot és lehetőséget, ahol adott esetben a V4 országok egyszerre tudják megmutatni a hagyományaikat, a kultúrájukat, hisz a szlovák főkonzulát itt jelen van, a cseh, illetve a lengyel főkonzulátus Lemberben van, de nem egy óriási távolság. Össze lehet ezt úgy szervezni, hogy tudjuk mutatni egyrészt az összefogást, azt az erőt, amit most a V4-ek képviselnek, másrészt pedig be tudjuk mutatni valóban mindenkinek a hagyományos, tradicionális, kulturális, kulinális és egyéb értékeit. A kétnapos fesztiválra Magyarországról is érkeztek vendégek és kiállítók. Tarpa innen néhány 10 kilométerre van, Beregszásztól légvonalban 7 kilométerre Magyarországon, és réges-rég óta jó a kapcsolatunk természetesen a kárpátaiakkal. Voltunk itt tavaly előtt is. Belekóstoltunk ebbe az ungvári hangulatba, nagyon sok magyar és nem magyar barátot szereztünk, és hogy a legjobb pálinkáinkat, a legjobb ételeket előkészítettük, és lehoztuk megint újra erre a fesztiválra. És hogy ízlik a pálinka helyieknek? Milyenek a visszajelzések? Hát azért mertem az egyik legjobb pálinkákat hozni, tarpai szivapálinkát, kisüstit, 4 éveset, mert a visszajelzés nagyon-nagyon pozitív volt. Tehát akik jöttek hozzánk kóstolni ezelőtt 2 éve, vagy éppen most januárban a Vaszili ünnepsége, mondták, hogy Béla, hozzá még máskor is, mert nagyon jó barátságépítő, nagyon jó hangulat emelő. Tehát vettük a legjobb pálinkákat, azt mondjuk, hogy a legjobb ételeket elkészítették, és most azt éppen főzik a kis edényeikbe, és várjuk az ungvári barátainkat, az adok barátait, mert az egész esemény arról szólt, tehát, hogy itt barátkozzunk, építsük a kapcsolatot, és itt nincs különbség ukrán és magyar ember között, itt arról van szó, hogy itt most találkozik a környébe lakosság, és egy jót mulat. Jót iszik, jó bort, és persze jó pálinkát, magyar pálinkát, a legjobbat, és közben élteti a jó barátságot. Kéz Barnabás és csapata Salánkról érkezett Ungvárra, hogy a Rákóczi évet népszerűsítsék. Mivel Rákóczi év van, úgy gondoltuk, hogy ideillő lenne egy kuruckori kis kiállítás, úgyhogy egy kis sátrat berendeztünk néhány replikával az íjászkörünk elégtárából. Úgyhogy van néhány kuruc zászló kiállítva, viseletek, fegyverek, szabják, fokosok, loading, ugye, a sejmes loading, lőportartó, a karabé, csontos kalabérom a csinom palkóból, meg egyéb dolgok hasonló. Kürt, szaru kürt például, amit meg lehet szólaltatni, tehát vannak olyan tárgyak, amiket ki lehet próbálni, aztán fényképeződhetnek a bábuk mellett, meg a tárgyak mellett. Még ki sem rakottunk, már kora reggel a járókelők ide jöttek, gyerekek is, felnőttek is, sőt, ukránok, kijevi hölgyel volt szerencsénk találkozni,
és kérdezősködnek, érdeklődnek, hogy kik vagyunk, mink vagyunk, vannak akik már jártasak, akik helyiek, azok látták már, és hát itt örülök, hogy itt van érdeklődés, meg annak örülök, hogy nekünk is érdekes, mert szemben van a Turán Alapítvány jurtája, úgyhogy hagyományőrzőkkel is találkoztunk ma már, úgyhogy örülünk, hogy itt vagyunk. A Hungari Fest záró akkordjaként a Beregszászi Színtársulat az Ungvári Filharmóniában bemutatta a Nem élhetek muzsika szó nélkül című darabját, amely hatalmas közönség sikert aratott. Harmadik alkalommal került sor az Ungvári Főkonzulátus szervezésében a Hungari Fest nevű rendezvénysorozatra, amely gasztronómiai, kulturális részekből áll össze. Úgy értékelem, úgy gondolom, hogy soha ennyire sikeresek nem voltunk. Az időjárás is kegyeibe fogadott bennünket, mert egy kicsi eső kivételével végig jó idő volt, óriási volt az érdeklődés, és fantasztikus előadókat sikerült megnyernünk, amatőröket, magyarokat, ukránokat, vegyes csapatot és profi előadókat egyaránt. Hálás vagyok a közönségnek, amely az első naptól, az első perctől kezdve végig kitartott mellettünk és motiválta az előadókat, akik ennek következtében a legjobbat tudták nyújtani, és hát én gondolom, hogy akik eljöttek, azoknak élmény volt a magyar gasztronómia, a lecsó, a bográcsos megkóstolása is. Igazából több ezer embert számolhattunk össze, akik eljöttek és velünk együtt ünnepelték a magyar kultúrát és gasztronómiát ezeken a napokban. A tervek szerint jövőre a 4. Hungarofestet Ungvár egyik legfrekventáltabb helyén, a felújított Petőfi téren fogják majd tartani. Zene nélkül mit érünk mi? Beregszászban az elmúlt szombaton a zenéi volt a főszerep. A KMKSZ által 24. alkalommal megszervezett kárpátaljai magyar zenész találkozón Magyarország és Kárpátalja könnyű zenei életének jeles képviselői léptek színpadra. Az eseménynek a Beregszászi Barátság Stadion adott helyet, ahol már néhány nappal korábban megkezdődtek az előkészületi munkák annak érdekében, hogy egy felejthetetlen élményben részesülhessenek a kilátogatók. Hát mi tudjuk, a zene mindenki, és mivel mindenki, ez mutatja a fontosságát is, hisz mindenféle népünnepély, családi rendezvény, mindenféle közösség, amikor összejön, akkor a zene az főképpen, amelyik összetartja is, szórakoztatja őket. Tehát ezért nagyon fontosnak és hasznosnak találom azt a kezdeményezést, ami 24 évvel ezelőtt született. Szükség van a zenészeknek is arra, hogy bemutatják azt, hogy még vannak, mit tudnak, hisz olyan világban élünk, amikor egyre inkább az ilyen lehetőségek megcsappannak. És hát amikor Máté Péter dalát hallgatjuk mostanában, hogy zene nélkül mit érek én, akkor ezt a közösség szempontjából is ugyebár feltehetjük. És mi zene nélkül milyenek lennünk, vagy mit érünk? A szervezők célja, hogy a kárpátaljai magyar zenészek találkozzanak egymással és megismertessék magukat az itthoni közönséggel. A kárpátaljai fellépők mellett helyet kaptak a magyarországi zenészvilág képviselői is. Többek között fellépett a The Minds, akik 2011-es megalakulásuk óta már több alkalommal jártak Kárpátalján. Nagyon szeretünk idejönni, mert a közönség rendkívül aktív, és jól érezzük magunkat, nagyon közvetlen a csapat. Mind Visken, de hogyha Beregdédán voltunk, vagy bárhol itt a környéken, akkor mindig kedves fogadtatással találkoztunk, és ez nagyon jó eső. A dobosunknak, Prasó Attilának ugye kötődése is van Kárpátaljára vonatkozóan, úgyhogy gyakorlatilag már otthon kezdjük magunkat érezni itt, úgyhogy ma is lemegyünk Viskre, ott alszunk, és utána jön irány Pécs. Önmagában az, hogy itt játszunk Kárpátalján, Beregszászon, egy nagyon jó élmény, és az, hogy egy Omega előtt játszhat egy zenekar, az önmagában bármelyik zenekarnak egy kiemelkedő élmény, maga a tudat önmagában egy meghatározó gondolat. Azt gondolom, hogy mindenkinek mindenkor föl kell kötni egy kicsit a gatyát, és a legjobbat próbálja nyújtani, úgyhogy nagyon nagy lelkesedéssel készültünk mi is erre az eseményre. Azt hiszem, hogy nincs a világon olyan magyar ember, aki nem ismerné dalait, nem ismerné az Omega együttest.
Több évi szervezés és munkát követően az Omega Együttes elfogadta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felkérését, aminek köszönhetően az est sztár fellépőjeként majd 10 000 ember előtt léptek a színpadra. Örülök ennek a koncertnek, hiszen azt hiszem, hogy a Kárpátaljai Magyarság 50 évet várt erre a koncertre. Az Omega 1962-ben jött létre, és akkor ugyan el voltunk zárva vasfüggönnyel az anyaországtól, de azt hiszem nincs olyan ember Kárpátalján és a magyarság körében sem, aki nem ismerni a Omegának a dalait, szövegeit. Ezen nőttünk fel, és lám, 50 év múltán lehet az idő, amikor itt üdvözölhetjük őket Kárpátalján. Azt hiszem, hogy mindenki számára egy rendkívül nagy élmény lesz a mai este. Nagy élmény is volt mindenki számára, hiszen az örökzöld slágerek felcsendülése mellett olyan látványelemekkel is gazdagították a sót, amelyben csak nagyon ritkán lehetne része a kárpátaljai közönségnek. 60 éves fennállásuk során most először léptek fel Kárpátalján, amelynek rendkívül sok oka volt a szocializmus idejében, inkább csak megtűrt zenekarnak. Hát Erdély meg a Kárpátalja volt a két utolsó pont, mert a többi volt királyi Magyarország területén, végül is már a 60-as években eljutott. Tehát a jugoszláv, tehát horvát, szerb, osztrák, csehszlovák részekre. De valahogy az Erdély meg a Kárpátalja nagyon. Természetesen nem az erdélyiek és a kárpátaljaiak, hanem az az ország, amihez tartoztak, hát nem nagyon voltak oda, hogy invitáljanak minket. A Romániában nagyon sok, a 70-es években mások koncertet adtunk, de Bukarest, Brajla, Konstanca, Pitesti, Ploesti, tehát úgy szépen körbe lőttük a Kárpátokat, és egy koncertünk volt valamikor a 80-as években, talán Brassóba, és ott úgy jelezték nekünk, hogy innen kezdődik a tiltott zóna. Hát, mint a majmok bolygója című. Tehát azt úgy nézhettük onnan a Kárpátokról, de és 1995-ig szóba se jöhetett, pedig akkor már Romániában is régen megtörtént a váltás, és akkor egyszer csak Marosvásárhelyen a stadionba végre sikerült az elsőt. Hát azóta nagyon sűrűn járunk az erdélyi nagyvárosokba is. Hát a Kárpátalja az még nehezebb volt, mert ott máig kellett várni. Faragás, rajzolás, fűrészelés. A festői szépségű kárpátaljai Királyfi szálláson 2 hétig tartott a 6. nemzetközi szobrásztábor, melynek ötletgazdája 2013-ban Mateo Péter, a vereckei honfoglalási emlékmű megalkotója volt. Az elmúlt években a világ számos országából érkeztek művészek a találkozóra, melynek minden évben más a tematikája. Az idei téma a család a nő szemén keresztül. Ezért idén kizárólag hölgy szobrászművészek készítették el alkotásaikat a szobrásztáborban. Rendhagyó szobrásztáborunk van, mert csak női szobrászokat hívtunk meg. Ez a, úgy tudom, hogy a világon az első nemzetközi kőfaragó tábor, ahol csak női kőszobrászok vesznek részt. Az idei témánk a család, azért mert nagyon fontos nekünk az, hogy a család tradicionális értékei fennmaradjanak. És ezt a nők mutatják meg műveikbe, új tereken, új köztéri szobrokon, amit remélhetőleg sokan néznek majd meg, hogy mennyire fontos nekünk az, hogy emberek maradjunk.
Királyfi szállásra egy magyar, két ukrán, egy cseh és egy spanyol női szobrászművész érkezett idén. Rostás Beáta magyarországi szobrászművész remek ötletnek tartja, hogy nőket kértek fel a család témájának bemutatására, hiszen ők amellett, hogy művészek, főállású anyukák is. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon különleges dolog, hogy ugye nem csak nők vagyunk, hanem kőt faragó szobrászok, mivel nem csak főzni van lehetőségünk, és ugye a férjünket boldoggá tenni, hanem megmutatni ezt alkotáson keresztül. Szerintem ennél hitelesebb nem lehet, mint ha egy nő készíti ezt a szobrot. Hát nyilván egy férfi is csinálhatja, tehát azzal nincs gond. Azért, mert az anyaságot például, bár a férfi is átéli az apaságot és a családi együttlétet, de az anyaság azért mégis a nő testében megy végbe. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos téma. Abszolút nekünk való téma, nőknek való téma, és nagyon megtisztelőnek tartom, hogy itt lehetek és részt vehetek ezen a különleges szimpózionon. A közel két hétig tartó rendezvény végén Tiszabökény, Farkasfalva, Forgolány és Tiszapéterfalva kapta meg az alkotótábor művészei által faragott szobrokat. Ez azért is bír nagy jelentőséggel, mert Kárpátalján szinte mindenhonnan hiányoznak az esztétikus köztéri alkotások. Miközben a szovjet múltat idéző szobrokat már rég elbontották, újak eddig nem kerültek a helyükre. A Spanyolországból érkezett Rea Marmentini szobrát Farkasfalva községben állították fel. Alkotásának címe Családi Egyensúly. Én a energetikai részt választottam. Egy reprezentatív szobor, ami a családi energiáját reprezentálja. Energetikai hozzáállással csináltam, egy olyan követ választottam, amit először ketté hasítottam, mint amikor egy család szétmegy, amikor felnőnek a gyerekek, és utána megint visszaállítottam őket egyensúlyba, és ez egy szívdobogás a családi ekoszisztémába működésébe. A cseh művésznő Madonna című alkotása Tiszabökénybe, az ukrán szobrászok Galambok és Egység nevű művei Forgolányba és egy szanatóriumba kerültek. A ProArte munkás civil szervezet a jövőben is folytatja a művészetbe fektetett kemény munkáját. Jövőre nekünk rengeteg új projektünk van, amit nagyon meg szeretnénk valósítani, és hogyha minden igaz, akkor megalkotjuk Kárpátalja első modern művészeti szoborparkját a ProArte munkás rezidencia területén. Ezen kívül két szobrásztábor tervezünk egyenlőre, egyet Magyarországon, Kálósemjénbe, egyet itt Kárpátalján. Továbbá szeretnénk egy olyan új érdekes projekttel indulni. A szobrászaton kívül mi kerámiával is foglalkozunk, és lehetséges egy olyan, hogy egy kerámia tábort, vagy egy ilyen kisebb foglalkozásokat indítunk itt Kárpátalján, állandó alapon, nem csak úgy, mint fesztiválokon, hanem állandó alapon egy ilyen kerámia iskolát szeretnénk nyitni. Az évenként megtartott szobrásztáborokat 2013 óta támogatja a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a KMKS. Marcel Péter és csapata azt szeretné, ha a jövőben újabb kárpátaljai településeknek is adományozhatnának művészi köztéri alkotásokat. Örülök, hogy már harmadik alkalommal. Az egykori Dobó birtokon Császlót központjában nagyszabású fesztivál keretében elevenítette fel Dobó István nagyságát a Prokultúra Subkarpatica civil szervezet és a helyi községi tanács vezetősége. A hatodik alkalommal megrendezett Dobó nap célja, hogy felhívják a figyelmet a szerednyei születésű egri hősre, ezáltal erősítve a helyi magyarság identitás tudatát. Ez a vidék Dobó István vidéke volt, az ő birtokai voltak ezek a falvak, ahol most vagyunk. Császlóc és a szomszéd falu, Kisdobrony, Nagydobrony, Telek, Doboruszka és Szerednye, ahol ugye született, és ahol meg is halt, bár Doboruszkán temették el.
És Dobó egy akkora nagy személyiség, nem csak a magyar történelemben, hanem Európa történelmében, hogy az ő hőstettét nem szabad elfeledni, hiszen ő 1522-ben megvédte az egri várat a törököktől, és 40 évig ebbe az irányba nem terjeszkedtek a törökök, de mondhatnám úgy is, hogy Kárpátaljának is igen nagy szerencséje, mert mi nem voltunk soha török uralom alatt, és így a mi falvaink megmaradhattak. Magyar falu, ruszin falu, szlovák falu, és azt gondolom, hogy Dobó István ezért a tettéért megérdemli, hogy a szellemi öröksége megmaradjon ezen a vidéken. Engedjék meg, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nevében én köszöntsem Önöket ezen a kiváló rendezvényen. Dobó István és a hős egri várvédők szellemi példája itt a végeken is erőt adhat, hiszen a kárpátaljai magyaroknak most anyanyelvi jogaik megvédéséért kell harcolniuk, hangsúlyozta köszöntőbeszédében Balog Lívia, a KMKS Ungvári járási szervezetének elnöke. Ma Kárpátalján nem kell az egri várak belsejére állnunk, hiszen nincs olyan helyzet. Mégis azt gondolom, hogy meg kell vívjuk mi is harcainkat, és a mi bástyánk, a mi védőbástyánk ma az anyanyelv, és ennek a védelmében, ennek az ügye mellett azonban mindannyiunknak ki kell állni, csak így vezethet majd sikerre az a feladat, az a kihívás, amelyel ma a kárpátaljai magyarság találkozik. A fesztivál szervezésébe harmadik éve a Szeregnyei Polgármesteri Hivatal is bekapcsolódik, így a programsorozat már kétnapos rendezvényén nőtte ki magát. A nyitónapon a Császlócz központjában felállított színpadon újvidéki népzenei és népművészeti csoportok mutatkoztak be, valamint felléptek a testvértelepülések népi együttesei is. Hatalmas megtiszteltetés és elismerés számunkra, hiszen az első dobónap, úgymond, dobónapi fesztivál, amikor Dobó Istvánra emlékeztünk, a Császlócon történt meg. Hiszen nagyon tudjuk, hogy Dobó Istvánnak nem csak Császlóc település tartozott a birtokához, hanem nagyon sok település, és mivel ez egy kis falu, és mégis mi jutottunk eszébe a szervezőknek, akik megszervezték először ezt a fesztivált, úgyhogy ez elismerés volt, és úgy, ahogy aztán rákérdeztem, hogy miért mi éppen, azt mondta, az volt a válasz, mert Császlócon vannak olyan harcias asszonyok, akikkel Dobó István megvédte az egri várat, és ezért jöttünk mi, és ezért nekünk fontos és nagyon, nagyon nagy megtiszteltetés, elismerés a munkánknak. Halljuk, hogy Kárpátalja nagyon sok magyar település, ugye sokan elvándorolnak, munkát keresnek, szebb hazát, szebb jövőt, akkor Császlócra az nem mondható el. Tehát nálunk nincsenek házak eladók. Esetleg egy-kettő, de ez mindenütt előfordul. Nincsenek elvándorló fiatalok. Mert azok a fiatalok, akik elmentek dolgozni, az csak itthon fektetik be a pénzt. Úgyhogy a fiatalok elmennek, dolgoznak és jönnek vissza. Itt újítják fel a családi házakat, nem adják el. Tehát nincs szándékukba elmenni. És ez egy, én azt mondom, hogy ez egy ilyen jel nekünk, hogy mi nem csak mondjuk, hogy meg akarunk maradni, mi megmaradtunk. A dobónapon hagyományőrző kézműves foglalkozásokkal várták az érdeklődőket. Nagy sikert aratott az agyagozás, aranybaba készítés, de megismerkedhettek a gyerekek a gyöngyfűzés és a csomózott karkötő készítésének technikájával is. Három szálat kell a bal kezünkbe a második, a harmadik és a negyedik újra venni. A jobb kezünkön pedig négyet veszünk, a második, harmadik, negyedik és ötödikre. Most, ahogy a kislány is csinálja, ahol van négy szál a kezünkön, ott a legfelsőt átpróbáljuk húzni a másik hármon lefele, és azt vesszük át a bal kezünknek a negyedik, az ötödik ujjára, hogy ott legyen négy szál, és ezt ismételjük állandóan, és a végén fogunk egy ilyen karkötőt kapni, ami kocka formájú lesz. Jó, hogy lehet itt csinálni ilyen dolgokat? Nagyon jó, meg szeretek ide járni, és meg nagyon jó.
És mi tetszett a legjobban a mai napon? Hát a betánc. Mi keresi néha két kezed, szerelem és a képzelet, amin át a szívem visszorált. A rendezvény első napjának zárásaként Péli Barna, a United együttes egykori frontembere adott nagy sikerű koncertet, aki saját slágerei mellett ismert világsztárok dalait is előadta. A szervezők remélik, a kétnapos rendezvény által sikerül bemutatni Dobó István nagyságát, a kulturális programok pedig közelebb hozzák egymáshoz a helyi magyar közösséget.